Sziasztok! Üdvözöllek benneteket innen az Arró épületdíszítéstől. A mai videóban a Milight Alpha sínes motoros LED lámpáit fogom nektek bemutatni. A nagyáruházak, bevásárlóközpontok világítása minden esetben nagy teljesítményű fényforrásokat igényel, hiszen nyitvatartásuk jellemzően reggeltől estig tart. Így a felhasznált lámpáknak a nappali fényben is érvényesülniük kell. Az egyik kedvelt megoldás a sínes lámpatestek használata, melyek a nagy teljesítmény mellett szűk sugárzási szöggel rendelkeznek, így kiemelő világításra tökéletesen alkalmasak, továbbá a lámpa kialakításának köszönhetően igen könnyen beállítható a világítás iránya. Az egyik kedvelt megoldás a sínes lámpatestek használata, melyek a nagy teljesítmény mellett szűk sugárzási szöggel rendelkeznek, így kiemelő világításra tökéletesen alkalmasak, továbbá a lámpa kialakításának köszönhetően igen könnyen beállítható a világítás iránya. A lámpatestek beállítása nagyobb elmagasság esetén azonban okozhat problémát, hiszen a magasban kell dolgozni, ami veszélyes üzem. A Milight új sínes lámpatestjei azonban megoldják ezt a problémát, hiszen két beépített motort is tartalmaznak, melyek segítségével vízszintesen 350 fokban, míg függőleges irányban 180 fokban elfordíthatóak egy távirányító segítségével. A lámpák beállítása így igen egyszerű és gyors, hiszen már beállítás közben láthatjuk, hogy hová fognak a lámpák világítani. További előny, hogy minden lámpához elmenthetünk 9 pozíciót, így akár napközben is bármikor változtathatjuk egy gombnyomásra a lámpák pozícióját és színét. A beállításhoz ráadásul csoportokban rendezhetjük a fényforrásokat, összesen 99 csoportot hozhatunk létre, így egyszerre az összes egy csoportba tartozó lámpa pozíciója megváltoztatható. És ez még nem volna elég, nem csak a lámpák pozíciója, hanem a színe, színhőmérséklete és fényereje is elmenthető. Első lépés, hogy az összes lámpatestet hozzácsatoljuk a távirányítóhoz. Ehhez a felszerelt sínes lámpatesteket feszültség alá kell helyezni, majd 3 másodpercen belül a bekapcsoló gombot 3-szor meg kell nyomni. A lámpatestek mindegyikén egy LCD kijelző található, melyen felváltva látható a lámpa fizikai címe, ez egy 4-jegyű szám, illetve az, hogy melyik csoportba tartozik. Ez a CH karakter utáni 2 számjegyből olvasható le. Első lépésben egyenként állítsuk be a lámpák pozícióját, színét és fényerejét, majd mentsük el őket. Ehhez nyomjuk a Shift billentyűt, amíg a 4-jegyű azonosítóra vált a kijelző, majd bármelyik szám billentyűt, mire a távirányítón megjelenik 4 darab vonal. Ekkor írjuk be a lámpa azonosítóját. A szín azonnal állítható, a pozíció pedig az M-gomb megnyomása után a 4 iránybillentyű használatával adható meg. Ha elértük a megfelelő beállítást, akkor tartsuk nyomva az S gombot, amíg villogni nem kezd a távirányító kijelzőjén a Save felirat, ekkor meg kell adnunk, hogy melyik programhelyre akarjuk elmenteni. Egy lámpához 9 különböző szín és pozíció beállítást menthetünk. Ha beállítottuk az összes lámpát, akkor több lehetőségünk is adódik a vezérlésre. Vagy egyenként állítjuk a fényforrásokat, ehhez be kell írni a távirányítóba minden lámpának az azonosító kódját, vagy egyszerre vezéreljük az összes csatlakoztatott lámpát, ehhez nyomjuk meg a Shift gombot, amíg a CH feliratot látjuk, majd nyomjuk meg 2-szer a nullás gombot. Ekkor CH00 felirat jelenik meg, ami a 00-as csoportot jelenti, ami vezérli az összes lámpát, függetlenül attól, hogy melyik csoportban van esetlegesen beállítva. Vagy a harmadik lehetőség, hogy tetszőleges csoportokba rendezzük a lámpatesteket, és ezek szerint vezéreljük. A csoportok létrehozásához a következő gombokat kell megnyomni. Válasszuk ki a lámpát a 4-jegyű kódjával. Nyomjuk meg az Edit gombot. Ekkor megjelenik az ED felirat. Írjuk be a csoport számát, amelyikhez a lámpát hozzá szeretnénk rendelni. A vezérléshez nyomjuk meg a Shift gombot, amíg a CH felirat meg nem jelenik, majd nyomjuk hosszan egy tetszőleges számbillentyűt, míg a felirat átvált CH vonalra, ekkor megadhatjuk a csoport számát, ezzel kiválasztva az összes lámpát a csoportban. Ezután vezérelhetjük a kiválasztott fényforrásokat a távirányítóval, vagy beállíthatjuk őket egy már elmentett programra.
A távirányító egyébként nem egy kis darab, köszönhető ez a viszonylag nagyméretű LCD kijelzőnek, melyen jól nyomon követhető, hogy éppen melyik funkciót állítjuk. Emellett számszerűsítve láthatjuk a lámpa által kibocsátott fény RGB színét, színhőmérsékletét, szaturációját és fényerejét. Segítséget nyújtva ezzel arra, hogy több lámpát is ugyanazokra a színekre állítsunk be. A távirányító igen könnyen kezelhető, hiszen minden funkciónak külön gomb jutott. Színgyűrű, a lámpa RGB színeiből választhatunk. Színhőmérsékletsáv, amennyiben a sínes lámpa állítható színhőmérsékletű, úgy az itt ezen a csúszkán módosítható. Edit Shift billentyű, a lámpák és csoportok beállítására szolgáló gombok. Szaturáció, a beállított fény színtelítettségének módosítására szolgál. Fényerő, a beállított fény erejének módosítása lehetséges ezzel a gombbal. Iránygombok, a beépített motorok vezérlése jobbra-balra és fel-le irányokba. On-off, ki és bekapcsolás. 0-tól 9-ig a számok, a lámpák és a programok kiválasztására szolgál. S, program mentése vagy kiválasztása. M, megnyomása után lesznek aktívak a motorok, ezután vezérelhetjük a lámpa pozícióját. Néhány szó a bemutatott alfa sínes LED lámpáról. Ez egy 25 watt teljesítményű fényforrás, mely 2020 lumen fényáram kibocsátására képes. Ez a típus az RGB színek mellett melegfehér fényjel is világít, de rendelhető belőle hidegfehér típus is, illetve változtatható színhőmérsékletű változat is. A lámpa további előnye, hogy háromfázisú rendszerbe illeszkedik, ami lehetőséget ad arra, hogy egy sínen belül három külön világítási kört hozzunk létre. A lámpa felépítése masszív, minőségi anyagok felhasználásával készül. A lámpában felhasznált lencse 30 fokos sugárzási szöget biztosít. Minden lámpatesten egy digitális kijelző került elhelyezésre, mely alapján nagyon gyorsan megállapítható a lámpa azonosítója és hogy melyik csoportba került felprogramozásra. Az alfa sínes lámpák teljesen kompatibilisek a háromfázisú sínrendszerekkel, azaz csak be kell helyezni őket a sínbe, és már is világítanak. A távirányító rádiófrekvenciás működésű, így akár 30 méter távolságból is kényelmesen használhatjuk. Ezeket a sínes lámpákat akár üzlet, eladó térvilágításra is használhatjuk, de kiváló fényforrások bárokba, éttermekbe, vagy akár múzeumokba is. A felhasználási terület azonban itt nem áll meg, hiszen a sínes lámparendszerek már otthonainkban is megjelennek, főleg loft stílusú belső terekben használják egyre sűrűbben a lakberendezők. Az alfa sínes lámparendszerek, illetve a sínes lámpatestekhez minden kiegészítő természetesen megvásárolható az Arro épület díszítés webáruházában www.arrodiszlec.hu. Ha tetszett a videónk, legyetek szívesek, dobjatok egy lájkot, illetve ha szeretnétek értesülni az újdonságokról, új termékekről, új videókról, iratkozzatok fel a YouTube csatornánkra. Köszönjük a figyelmet, sziasztok!